tágítani az élet, és próbálunk átnyúlni, próbáljuk a próba folyamatainkat hosszítani. Ugye János is elkezdi most, és majd a szeptemberben a Magyar Dráma Napján lesz a bemutatója, tulajdonképpen próbálunk egy kicsit kitörni egy repertoár színház bilincseiből. Úgyhogy ez a két bemutatónk, amely még maradt a tragédián kívül, ez a két bemutatónk, ez már egy kicsit átnyúlik a másik évadba. Egyrészt a Sárasszony, ami az új szövegek keresésének egy fontos eseménye lesz. A Sárasszony az döbbente is sarolta a Liza a Róka Tündér forgatókönyvének írója, én ismertük korábban őt meg. Szövege egy gyönyörű szöveg, és lesz egy különlegessége az előadásnak, hogy ez egy közös produkcióként fog létrejönni, a Marosvásárhelyi Spektrum Színházzal közösen hozzuk létre, tehát a társulatunk, vagy a produkció szerepeinek egy része a Nemzeti Színész, másik része Marosvásárhelyi, ez rengeteg logisztikai problémát okoz jelen pillanatban, de valahogy biztos, hogy létre fogjuk hozni, olyan szándékkal, hogy egy aktív, állandó jelenléte legyen ennek az előadásnak, ne csak a Nemzeti Színház repertoárjában, hanem folyamatosan Marosvásárhelyen, illetve erdélyi városokban. A másik ilyen fontos előadásunk, vagy címünk, inkább így mondanám, az a Macskajáték. Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy színpadra vihetjük. Én úgy gondolom, hogy Örkény életműve a Nemzeti Színház repertoárjának része kell, hogy legyen. Valamelyest itt van már, nem valamelyest, mert a Beregszászi Színházzal készült Tóték előadásunk az rendszeresen látható a Nemzetiben, és hát most a Macskajáték. Szintén pazar lehetősége a színészek számára, és nagyon-nagyon örülünk, hogy műsorra kerülünk.